Sziasztok! Ez nem egy általános videó lesz, ez kicsit hosszabb lesz, mint általában, meg lehet, hogy jobb, ha le tudsz ülni. Ha csak 2 perced van, akkor gyere vissza később, hallgass meg majd felvételről, vagy csak később, hogyha eleve felvételről nézed. Ez a 8000 mérföldre otthonról csoport, én Nagy Péter vagyok, és itt vagyunk már több mint 10 000-en. Ennek én nagyon örülök. Az, hogy én ennek a csoportnak a adminja vagyok, vagy a vezetője vagyok, és az egyetlen adminja vagyok, ez egy elég nagy felelősség, mert most eljutottunk arra a szintre, hogy rengetegen írtok, és kérdezitek azt, hogy most akkor most mi van. És én valamilyen szinten felelős vagyok azért, hogyha eddig rendszeresen itt voltam, és egy stabil pont tudtam lenni valamennyire, akkor ez megmaradjon. Most ezért készül ez a videó, és erre egy kicsit jobban fölkészültem, mint általában. Ahhoz, hogy megértsünk egy szituációt, bármilyen szituációt, ahhoz meg kell nézni azt, hogy mik azok, amik a pluszpontok, és mik azok, amik a negatívumok a szituációval kapcsolatban. És mikor ezeket elemeztük, akkor abból le kell szűrni azt, hogy mi a legnagyobb, a legkihívóbb eltérés az ideálistól. És ezt meg lehet csinálni bármilyen szituációval, de most nézzük a választást. Mit a legnagyobb gáz? Nem akarom lehet, hogy teljesen végigvezetni ezt, mert én sem csináltam meg ezt részletesen, de van egy bizonyos információ, amit ha tudsz, akkor egy alap, amit ha tudsz, akkor meg tudod érteni sokkal könnyebben, nem fog annyira zavarni vagy idegesíteni, és még azt is, és megnyitja a kaput arra, hogy közben jön egy telefonhívás, megnyitja a kaput arra, hogy kezelni tud, legalább magadban kezelni tud, mert a probléma az általában magunkkal kezdődik és magunkkal végződik. Ha magadban tudsz kezelni egy problémát, akkor teljesen mindegy, hogy ki csinál, mit csinál, hol van, az már nem gond, ha magadban tudod kezelni ennek az okait. Na most, én készültem egy könyvvel, erről fogok beszélni még erről a könyvről, most nem kell nagyon belemenni, ez így néz ki, és ez az etikáról szól, és az igazságszolgáltatásról szól. Van, aki ismeri, van, aki nem ismeri. Ennek a kis videónak a végére egy picit kapsz belőle egy ízelítőt. Azért, mert egy ilyen szituációban mindenki valószínű, hogy próbál megkeresni azt a stabil pontot, amiben tud kapaszkodni. Most akkor mi lesz? És nagyon sok embernek ez a stabil pont most a Trump. Amíg Trump ott van, nem adja föl, addig van remény, és ez így van. Viszont nagyon sok esetben a tudás, stabil információk lehetnek ilyen horgonyok, amikben bele tudsz kapaszkodni, vagy kapaszkodók. Tudom biztosra azt, hogy egy dolog, két dolog, három dolog. Ezek nem vesznek el soha, ezekre mindig lehet számítani, ezek mindig igazak. Minél kevesebb van valakinek az életében ezekből, annál jobban tudja jobbra-balra sodolni az élet, annál több pofont fog kapni az élettől. És amit most felolvasok majd, vagy illetve részleteket fogok felolvasni, ez angolul van, nekem fordítani kell, tehát ez egy kicsit ilyen necces, de megoldjuk. Ez része egy könyvnek, amit úgy is hívnak, hogy a túlélés tudománya. Ezt figyeld meg ezt a phrase-t, vagy mondjuk kifejezést. A túlélés tudománya. Ha nem tudod a túlélés tudományát, akkor nem fogsz tudományosan, nem fogsz tudni túlélni olyan szinten, mint ahogy túlélhetnél. Egyértelmű, hogyha nem tudom azt, hogy hogyan kell egy rántottát csinálni, akkor nem fogok tudni rántottát csinálni. Meg kell tanulnom, még akkor is az tök egyszerű. Ez egy tudomány, hogy hogyan kell túlélni. Ha valaki ezt nem tudja, akkor a túlélésnek a színvonala nem tud egy bizonyos szintnél följebb emelkedni. És erről is lesz szó. Ezeket próbálom különböző szempontokból bevezetni, mert rohadt fontos ezért, és ezzel nézünk szembe most, amiről most szó lesz. Ha ezt tudod, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy meglepetés az életben nem fog érni. Mert minden meglepetés, ami az életben ér, az mivel van kapcsolatban? Minden. Egy emberrel. És az embereknek van két nagy csoportja. Az egyik az, aki
a túlélést támogatja, a túlélést keresi, és azt nézi, hogy az emberek körülötte hogy tudnak túlélni, és ebben segíteni hajlandó nekik. És van egy másik fajta ember, akinek a saját túlélésén kívül semmi más nem fontos, és mindenkin átgázol csak azért, hogy ez megtörténjen, és amint azt érzi, hogy valaki erősebb, mint ő, vagy többet tud, mint ő, vagy jobb lehet valamiben, mint ő, akkor próbálja eltiporni. Na most ezt a könyv szerint úgy hívják, hogy az antisocial personality, tehát antiszociális ember. És amit most látunk Amerikában per pillanat a választásokkal kapcsolatban, az ennek az antiszociális oldalnak és a szociális oldalnak az összeütközése, a háborúja világszinten, de most az Amerikára így le van szűkítve egy picit. Ez a háború nagyon régóta megy. Mióta az ember létezik, ez a háború működik. És én most fel fogok olvasni egy pár mondatot csak ebből. Felolvasom angolul, nem akarom hosszúra fogni, mert angol, meg visszafordítani magyarra. De van egy-két pont, amit megemlítek, és majd meglátod, miért. Tehát ez úgy kezdődik, hogy angolul olvasom a mondatot, aztán mondom magyarul. There are certain characteristics and mental attitudes which cause about 20% of the race to oppose violently, the human race, tehát az emberiség, to oppose violently any betterment activity or group. Tehát, magyarul, tehát van egy certain karakterisztika és egy mentális hozzáállás a dolgokhoz, ami okozza, az 20%-át okozza az emberiségnek, hogy ellenezzen, tehát az emberiségnél 20%-án okozza azt, hogy ellenkezzen violently, tehát violent, tehát erőszakkal ellenezze mindenféle jobbulást, jobbulás felé irányuló aktivitást vagy csoportot. Ebben az esetben, amit a Trump csinál, az egy jobbulás felé törekvés, javítani akar, ezt be is bizonyította, hogy javít dolgokon, javít az emberek életén, az életminőségén, javít a gazdaságon, javít a világ békét viszi előre. Ezek mind olyan aktivitások, ami betterment, tehát jobbá tesz dolgokat. És van egy 20% az embereknek, aki ellenzi ezt. Violently. Violence. Violence az az, mikor az emberek kimennek az utcára és fölgyújtanak valamit. Vagy egy baseball ütővel fejbe vágnak valakit. Ez violence. Mit látunk? Violently. Opposed. Tehát ezzel a violenciával, ezzel a erőszakkal állnak szembe egy olyan csoport ellen, akik itt most a republikánusok, és ezt le akarják taposni bármi áron. Ez történik. Menjünk tovább. Tehát ezeket az embereknek úgy tudjuk, nem is olvasom angolul, csak mondom magyarul. Tehát ezeket az embereket úgy ismerhetjük meg, hogy van nekik egy antiszociális tendenciájuk. Tehát ez egy tendencia. Oké, okay, csak olvasom, hogy mi az, amit nem annyira fontos, hogy mi az, amit érdemes megjegyezni ebből. Vagy érdemes megemlíteni. Egy pár mondatot. Ez egy elég hosszú elég egyébként. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oldalas referencia egy ilyen könyvből. Tehát 12 oldal. Tehát ez nem egy ilyen dolog, hogy elolvasol három mondatot, oké, most már tudom, megyek tovább. Ez, én ezt most azért vettem elő, mert egy ilyen szituációban, mint például ez, az emberek valamit keresnek, ami már segített nekik korábban. Tehát, hogyha ha valaki keresztény, akkor megy a Bibliához egyértelmű. Hogyha valaki 10 éves, akkor megy az apuhoz vagy az anyuhoz, hogy mi lesz, mit csináljunk? Teljesen normális. Nekem ez a könyv, és az író, akiről fogok beszélni, nagyon sokat segített szituációban, amikor az van, hogy kapok két pofont az élettől, és nem tudom, hogy merre kéne elindulni. Na most ez egy ilyen szituáció valamennyire. Nem is igazából nekem, hanem tudom azt, hogy sokaknak. Ezért van ez, amit most csinálok. Oké. Okay. Csak hogy tud. Na most anélkül, hogy belemennék sok mindenbe, egy ilyen embernek, egy ilyen tendenciának van 12 alapköve. 12 alap dolog, amit meg tudsz figyelni, és mikor ezt mind látod valakinél, vagy egy bizonyos helyzetben, akkor nincs kérdés. Lehet, hogy valakinek van egy ilyen tendenciája, mert hozta a nagyanyjától, vagy most mindegy, nem menjünk bele, hogy hogyan szedte össze, van neki. Az nem azt jelenti, hogy ő egy ilyen
antiszociális emberke. Viszont, hogyha valakinél ez mind a 12, vagy egy csoportnál mind a 12 megfigyelhető, vagy valahol ez nagyon szembeötlően ott van, akkor tudod, hogy kivel áll szembe, és ez a 12 oldal nem csak arról szól, hogy elmondja, hogy milyen egy ilyen ember, hanem azt is elmondja, hogy mit csinálj, mit ne csinálj, hogy kezeld, stb. Stb. És az egész könyv az részben erről is szól. Nagyon sok mindenről szól, de erről is szól. Nézzük meg egy-két ilyen pontot. Ezeket kiírtam magamnak. Meg fogjuk nézni az 1-est, a 2-est, a 8-est és a 9-est, mert ezek azok, amik nagyon jól megfigyelhetők. A többi is, de az nem akarok nagyon belemászni ebbe. Tehát figyelj, az első attributes, tehát a tulajdonságok. He or she speaks only in very broad generalities. Tehát generalitikban beszél. Tehát nem azt mondja, hogy a Béla tegnap reggel 8-kor itt és ezen a helyen azt tette, hogy blari-blari-bla, ellopott egy almát, nem ezt mondja, hanem azt, hogy mindenki almát lop. Vagy ezt mindenki úgy gondolja. Ki csinálja ezt leginkább? Mindenhol. A média. A média nem azt mondja neked feltétlenül, hogy ez és ez történt itt, és ekkor, hanem azt mondja, hogy az összes Trumpos őrült, vagy az összes Trump supporter az és ezt kimondják így. Az összes Trumpot támogató ember az rasszista. Mind fehér férfi, és mind rasszista. Minden fehér rasszista, ezt is mondják. Tehát ez egy olyan forrásból jön, aki egy ilyen elnyomó forrás. És azok a kis bábuk, akik nem igazából tudják, hogy ki kivel van, csak ezt hallják, azok adják tovább. Tehát nem szabad őket összekeverni a forrással. Itt a forrás a lényeg, honnan jön ez az egész. És ezt meghallják, és akkor azt hallottuk a tévébe, és akkor mondjuk tovább. Mert félnek, ők is. Aki ezt terjeszti, az is fél. Azért terjeszti ezt a falsz információt sok emberről, mert fél tőlük, és próbálja ezzel elnyomni őket, és rájuk huszítani a többieket, hogy ne rajta legyen a figyelem. Így ez egy ilyen menekülési mechanizmus. Az a baj, hogy a leges legtutibb dolog az lenne, hogy ezt megfogod, és elolvasod. Ezt én most itt nem fogom tudni megcsinálni neked, hogy kezedbe adom a könyvet. Egy-két pontot felolvasok, és belemegyek, és mesélek róla, de el fogom mondani, mi a referencia, mi a könyv, stb. Hogy tudod megszerezni, erről lesz szó, nem ez a fontos per pillanat. Viszont én azt gondolom, hogy azzal együtt, hogy nem tudom ezt úgy átadni, hogy tökéletes legyen, jobb az, hogyha beszélek erről, jobb az, hogyha ezt most szóba hozom, mint hogyha nem tenném. Van egy olyan mondás, pont ettől az embertől, aki ezt mondja, hogy the wrong thing to do is nothing. Tehát a rossz dolog, amit csinálhatsz, az azt nem csinálsz semmit. Tehát én most tudom azt, hogy mit okoz az emberek fejébe az, ami most per pillanat van, egy zűrzavar. Főleg úgy, hogy mindenki arra készült, hogy Trump ezt így fog nyerni, minden frankó lesz. Na most lehet, hogy egy kicsit táncolok össze-vissza, de ha tudsz követni, örülök neki, ha nem tudsz követni, sajnálom. Tehát most lehet azt mondani, hogy jaj, vesztésre áll a Trump, lehet, hogy elveszti, úristen, akkor most mi lesz, bújjunk be a takaróval, lehúzzuk a fejünkre és sírjunk egy nagyot. Most, ha valaki ezt csinálja, akkor ébresztő. Nem lehet, ez egy háború, emberek. Egy háborúban néha kapsz egy golyót. Néha megsebesül, vagy meghal melletted valaki. Vagy eltévedsz, és nem tudod 3 napig, hogy hol vagy, nem eszel, nem iszol, és épp hogy túléled. Vagy nem. Ez egy háború. Oké, van egy csata, amit most lehet, hogy megnyerünk, lehet, hogy nem nyerünk meg, de ez csak egy csata. Ennek nincs vége, a Trump nem fogja föladni. A Trump már letett egy-két... mi az? Mondjátok. Tehát egy-két pert elindított azokba az államokba, ahol elcsalták a választást. A választást elcsalták, ez egy szégyen az USA-ra, ez egy szégyen a választásnak a mechanizmusára, és nem szabad föladni. Tehát aki most azt vette észre saját magán, hogy kezd lekókadni, meg így, meg úgy, ébredj föl! Ez része az ébresztőnek. Ez, ami ma van, ez része az ébresztőnek. Ez nem véletlenül van így. Ez része az ébresztőnek, az egész világ figyeli ezt, és az egész világ látja, hogy mennyire korrupt, szemét, gusztustalan dolgokra hajlandóak a demokraták, amiről most beszélek, ezek az elnyomó emberek, képesek megtenni, és mennyire pofátlanul képesek megtenni azt, amit megtesznek, ez része a világméretű ébresztőnek.
Én nem mondom azt, hogy ez direkt van így csinálva, hogy, hogy ilyen nehezen megy az a választás, meg az az egész, de ezt a Trump tudta, ezt mindenki tudta, aki benne van ebbe a kis körbe a Trump körül, hogy ezek mindent meg fognak csinálni. Gusztustalanul, szemét módon, hátba szúrva, minden szabályt fölrúgva, jellemtelenül próbálják megtartani a pozíciójukat, mert tudják azt, hogy ha elvesztik, az a halálukat jelenti. Némelyiknek szó szerint, némelyik csak megy gátmóva a börtönbe, ha még élnek, nem tudom. Tehát ez rohadt fontos, és tehát ez egy, lehet, hogy egy kicsit meglepett, hogy így fölkaptam a hangomat, de van, aki pont ettől ébredt föl. Lehet, hogy csak két ember, de nekik pont az kellett, hogy egy kicsit földobjam a hangomat, és akkor fölébrednek. Na, menjünk tovább. Oké. Tehát ők használják ezeket a szavakat, hogy everybody, mindenki erről beszél. Mindenki tudja. Senki nem hiszi el. Ilyen nagy általánosságból beszélnek. Tehát ez a média is ezt csinálja. Aztán második pont. Azt így írtam magamnak. Rossz hírek. Bekapcsolod a tévét, mi jön? Rossz hírek. Történik egy jó dolog, mire változtatják? Rosszra. Vagy kiveszik belőle azt a két-három dolgot, ami rossz volt. Én volt olyan, hogy New Yorkban laktam, és egy rádió társaság, magyar rádió, vagy tévé, vagy nem tudom, azt hiszem, hogy tévé, megkeresett, hogy fú, nagy vihar volt New Yorkban, térdig ér a hó, leállt a forgalom, de beszéljek róla egy pár szót. Oké, nem gond. Skype-on fölhívtak, és akkor elmondtam, hogy én hogy látom. Én rohadtul örültem a hónak, én itt lakok Floridában, éppen fölmondott a New Yorkban, nagy hó esett, én talán élveztem. Tehát ezt is beletettem. És én elég pozitívan láttam ezt a dolgot. Láttam azt, hogy az emberek segítenek a másiknak, nyugi van, gyerekek élvezik a havat, tehát én csak pozitív dolgokat láttam meg benne. Csináltunk egy interjút, amit leadtak, az a két negatív mondat volt, ami valahogy ki tudták vágni, vagy össze tudták szedni abból, amit mondtam. Na most ez is a média, és ez a második pont az, hogy such a person deals mainly in bad news, critical and hostile remarks, invalidation and general suppression. Tehát egy ilyen ember az a rossz hírekben azzal gazdálkodik, azt adja-veszi, rossz hírekkel foglalkozik, kritikus, de nem úgy kritikus, hogy építően kritikus, hanem aljas módon kritikus. Tehát leszól, lenyom azzal, ahogy kritizál, ellenséges, és ezeket a kis megjegyzéseket böködösi oda, amikor azt érzed, hogy ez nem esett jól, de lehet, hogy van benne valami igazság, lehet, hogy poénban van egy kicsit csomagolva, vagy poénkodik vele, de mégis szarul esik, és akkor úgy kicsit úgy nem érzed jól magad vele. Erről van szó. Tehát leértékel, és úgy általában csak úgy próbál lenyomva tartani. Na most, hogyha lehet, hogy ráismersz egy-két emberre magad körül, elnézést, hogyha ez így van, de ez is lehet, hogy része az ébresztőnek. Érdemes megjegyezni azt, hogy egy ilyen embertől soha nem jön jó hírek, vagy egy kompliment, tehát meg dicséret, és ezt soha nem adják tovább. Tehát, hogyha valaki dicsér valakit, azt nem fogod hallani, hogy ez megtörtént. Tehát csak a rosszat adják tovább, azt is megtekerik, és a jót azt kihagyják. Ez a média, tehát ott nagyon jól meg lehet figyelni. Oké, menjünk tovább. Egy pár pontot kihagyok. Direkt. Szeretném, hogy ezt elolvasd egyszer valahol majd. Ha nem most, akkor meg később, de ez a túlélés tudományának a része. Ha túl akarsz élni, és jobban, mint most, akkor érdemes tanulni. 8-as. Many antisocial persons will freely confess to the most alarming crimes when forced to do so, but will have no faintest sense of responsibility for them. Tehát sok ilyen antiszociális ember szabadon beismeri a legdurvább bűncselekményeket, amit megtett, főleg akkor, ha erre rákényszerítik, de egy deka felelősséget nem fog vállalni érte. Hogyha megfigyelted azt, hogy a Soros mit mond arról, hogy neki pénzt termel, és ő nem tud felelősséget vállalni, és nem is érdekli az, hogy ez milyen károkat okoz a világban, embereknek, országoknak, stb. Tehát tipikus,
tipikus. Ott van a biden, megkérdezik tőle egyenesbe, hogy tudtál a fiadnak a dolgairól? Nem tudtam. Bizonyíték? E-mailek, stb. Stb. Ott a bizonyíték, hogy tudta, sőt, engedélyt adott rá, sőt, eddig benne van, egy dekori felelősséget nem vállal érte, és semmiért nem vállal a felelősséget, amit az elmúlt 47 évben csinált, és amivel tette össze az emberek életét és az országot. Semmi felelősség. Obama semmi felelősség azért, hogy tönkretette az egész Amerika, így ment lefele. Ha az Obama, ha... Semmi felelősséget nem vállalnak azért, hogy mit csinálnak. És most se. Csalnak, lopnak, szétverik az a városokat, még tapsolnak is hozzá, még buzdítják is a BLM-et, hogy persze, égessétek, ott van, csináljátok. Nulla felelősség, hogy én nem tettek róla, hát ezt ők csinálják. Ez a felelősség. Oké, 9-es. És ez is nagyon érdekes. The antisocial personality supports only destructive groups and rages against and attacks any constructive or betterment group. Tehát egy antiszociális személy az csak elnyomó csoportokat támogat, és lázadozik minden olyan, lázadozik és támad minden olyan csoportot, ami konstruktív, tehát építő, vagy jobbító szándékkal jött létre, vagy avval működik. Kiket szupportál a Soros? Kiket támogat a Soros? Kik támadják Trumpot, aki javítani akar a világon, és bizonyíték van arra, hogy ezt megtette nagyon sok helyen. Kik támadják őt? Mivel támadják? Hogyan támadják? És mit csinálnak azok, akik támadják? A Trump épít egy falat, hogy ne lehessen behozni gyerekeket, embereket illegálisan az országba, szex céllal. Ne lehessen behozni a kábítószereket, a fegyvereket. Azok, akiket kőröznek, keresnek, terroristák, stb. Ne tudjanak bejönni szabadon, ellenőrzés nélkül, erre épít egy falat. A Biden mit akar csinálni? Leszedni a falat. Mit csinál a Trump? Ellene van ezeknek a csoportoknak. A drogkereskedőknek, a pedofiloknak, az összes olyan csoportnak, akik kapcsolatban van ezekkel a bűncselekményekkel és ezekkel a dolgok, amik bejönnek az országba így. Ő ellenük van. Biden mit akar csinálni? Le akarja bontani a falat. Mit csinál? Támogatja őket. Support these groups. A Biden attacking. Támadja a Trumpot. Nyíltan a prezidentet bohócnak nevezi. Ezek a remarkok, amit mondtam az elején, hogy leértékelő beszólásokat csinál. Nyilvánosan az egész ország előtt, az ország elnökének, mint hogyha sárral dobálná. Most majdnem azt mondta, hogy szarral, de körülbelül azt csinálja. Nyilvánosan, élőbe, tévébe, a prezidenttel. Ha másért nem, csak azért, mert ő a prezident, tiszteletet kéne neki adnia. Ha másért nem, csak azért, mert egy human being egy másiknak, csak azért, mert egy human being. Nem tudja megtenni, mert ez erről van szó, egy ilyen ember. Ezek a motivációi, ezek éltetik. Ha ezt nem csinálja, meghal. Ezt kell, hogy csinálja, hogy azt érezze, hogy túlél. Nagyon brutális. És ha ezt elolvasod, és még hozzáolvasod azt a pár 10 oldalt, ami itt van, ha ez, lehet, hogy ez a videó, emlékezz erre. Ez a dolog, amiről most beszélek, meg tudja változtatni az életedet. Ha ezt megtanulod, megérted, és elkezded tudni felismerni, és alkalmazni. Nem hülyéskedek, sok-sok ismerősömnek ez megváltoztatta az életét, sok kapcsolatot rendbehozott, vagy fölgyújtotta a lámpát a sötétből. Pah, azt a kurva életbe. Már hogy van ez? Ilyenek vannak, mikor ezt valaki megérti. Menjünk tovább. Oké. Itt egy mondat ehhez, amit most mondtam. The understanding
and ability to recognize such a personality could bring a major change in society and our lives. Tehát megérteni és megszerezni azt a képességet, hogy fölismerjük ezeket az embereket és ezeket a tulajdonságokat, egy nagyon nagy változáshoz tud létrehozni a society-be, tehát a society. Magyarázom nekem, néha nem nagyon úgy baj kéne. Tehát a társadalomba és a saját életünkbe. Tehát ezt újra mondom, mert ez így elakadt. Tehát hogyha megérteni és megszerezni azt a képességet, hogy fölismerjük ezeket az embereket és ezeket a personality dolgokat, egy major change, tehát egy nagyon nagy változást tud hozni a társadalomba és a saját életünkbe. Ez ennyire fontos. Oké. Okay. Itt beszél arról, hogy ha valaki kapcsolatban van ilyen emberekkel, annak mi az eredménye, annak milyen hatása van rá. Fontos, nagyon fontos, hogy ez 12 pont, de van 12 pont, amivel észre lehet venni azt, hogy valaki egy jó ember, egy szociális ember. A kettőt érdemes mind a kettőről tudni, mind a kettőt meglátni, felismerni és analizálni. Tehát, és ezt megtanulod, az igazán akkor van ennek a jelentősége. Oké. Okay. Körülbelül ennyi. A következő fejezet az meg arról szól, hogy azok az emberek, akik folyamatosan és jelentősen kapcsolatban állnak ilyen emberekkel, milyen hatása van ez rájuk. Az még egy másik érdekes téma. Most ebben nem megyek bele. Na most, ezek az emberek, tehát mit kiket támadnak? Minden, ami építő, minden, ami javító. Hogyan? Szemét módon, aljas módon, hazugságokkal, általánosításokkal, stb. Támadják ezeket. Ennek a könyvnek az íróját is ugyanígy támadták. A Trump után, tehát az biztos, hogy az egész föld létezése óta, az emberiség jelenlegi kultúra létezése óta Trump az az ember, akit a legdurvábban, a legtöbb helyről és a legkeményebben támadtak. Bármikor a világ történelmében. Tehát ennek a bolygónak a történelmében. Az első öt emberbe, akit hasonlóan támadtak, benne van ennek a könyvnek az írója. Nem véletlenül tud erről, nem véletlenül tanulmányozta ezt, és nem véletlenül írta le, és nem véletlenül tette egy olyan könyvbe, aminek azt a nevet adta, hogy a túlélés tudománya. Ezen a bolygón ez történik. Ha még nem érted meg ezt, vagy nem találkoztál ebben, akkor üdvözöllek a bolygón. Előbb-utóbb ebben találkozni fogsz. De biztos vagyok benne, hogy 10 éves korod előtt már találkoztál ezzel, mikor az egyik osztálytársad szemétkedett veled rendszeresen. Ha nem, akkor szerencséd van, akkor lehet, hogy 20 éves korodban találkoztál ilyennel hasonlóval, de tudja, hogy mindenki találkozott vele. Nem kell messzire menni, hogyha a Dunaparton sétálsz. Akkor ott tudod, mire gondolod. Tehát ez fontos. A könyv, etika, justice, igazságszolgáltatás, és az írót úgy hívják, hogy Aaron Hubbard. És lehet, hogy hallottad már a nevét, lehet, hogy nem. Lehet, hogy ha hallottad a nevét, akkor most leesett az, hogy hát ezt hallottam, akkor ez így, meg úgy, meg azt hallottam, meg ezt hallottam, meg amazt hallottam. Miért hallottam ezeket a dolgokat? Mert valaki támadta. És ezeket a támadásokat, ezek gyorsabb, negatív hírek, általánosítások, ezek gyorsabban eljutnak hozzád, mint a pozitív hír. Ez az én hibám, hogy még nem mondtam el neked, hogy nem jutottam el hozzád hamarabb, mint a rossz hír. Elnézést kérek. Tehát ne higgy nekem, ne higgy senkinek. Szerezd meg ezt a könyvet, ide fogok tenni egy linket, ahol ezt meg tudod szerezni, és olvasgasd. Lehet, hogy ez egy kemény olvasmány elsőre, tehát lehet, hogy nem ez az első könyv, amit kéne olvasni, de ez a téma, amiről most beszéltem, ez élet-halál kérdés. Evel tisztában lenni. Nem úgy élet-halál kérdés, hogy félre múlva meghalsz, de létezni és élni, az két különböző dolog. És az ilyen emberek hagynak élni, hagynak létezni, de nem hagynak élni. És nem érdemes ezen a bolygón úgy itt lenni, hogy nem élsz, nem éled az életed, csak létezel ezen a bolygón. Amit a kabál,
ha nem tudod, mire gondolok, mikor azt mondom, hogy kabál, akkor a kabál bukása 1-től 10-ig videó, YouTube kötelező. Tehát ez egy kötelező olvasmány, fontosabb, mint... Nem fontosabb, mint ez a könyv. És közel se fontosabb, mint ez a könyv. Az ahhoz fontos, hogy értsd, hogy mi történik ma a világon. Úgy általánosan. Tehát az fontos. Ez fontosabb. Én így gondolom, 1000%-ig biztos vagyok, hogy ez fontosabb, mint a kabál bukása, és ha láttad a kabál bukását, akkor van fogalmad arról, hogy ez nem egy kis kijelentés, ez nem egy piskóta dolog, amit most mondok. Mert ha ezt megérted, akkor a kabál bukását így vágod. Ah, persze, make sense, ez is egyértelmű, nem véletlen. Tehát ez sokkal érthetőbb lesz. Mi van most a választásokat? Oké, ennyit erről. Tehát ez így félrelakom. Új téma. Választások. Mi történt? Ez egy papír. És rajzolok két görbét. Ez már betel. Ezek vannak jegyzeteink. Tehát rajzolok két görbét. Ez az egyik. Ezt nem tudom, mennyire látszik, mert ez egy ceruza. Nincs itt egy tollnak. A ceruzával írtam a könyvbe, hogy ki lehessen radírozni. De van egy tollam is. Itt egy görbe. Ez egy görbe, ugye? Képzeld el egy statisztikája valaminek. Elindul itt, semmi. Hopp, lassan elindul. És megy fölfele. Tehát elég folyamatosan, és így megy fölfele. És akkor ezt úgy szokták mondani, hogy ellaposodik, kész. És akkor elég bizonyos szintet, és akkor megáll. És kész. Tehát ez az idő. Idő van itt, és a számok 1, 2, 3, sok, így. Oké. Okay. Tehát van egy ilyen görbe. Van mellette egy másik, ami majdnem párhuzamos, és így megy. Ez egy másik görbe. Hasonló dolgot mér, ugyanúgy megy fölfele, kicsit lejjebb van, tehát ebből kicsit kevesebb van. Mi ez a két görbe? Amiből több van, az a Trump szavazatai. Amiből kevesebb, az a Bidené. Idő. November 3. Elindulunk. Választások. 7 óra. Elkezdjük számolni a választásokat. Gyűlnek a választások. Trump vezet. Biden egy kicsit párhuzamosan halad mellette. Egyértelműen nézik a választócédulákat. Egyik Trump, másik Biden, plapapa, és akkor mennek tovább. Reggel 4 óra. Mi történik reggel 4 órakor? Ezt figyelj. Ez történik. Az alsó vonal megugrik. 50 ezer, 100 ezer. Pont annyi, amennyi kell ahhoz, hogy Trump fölé menjen. Trump egy tapottat nem megy fölfelé. Semmit. Ez történt. Reggel 4 órakor leállították a választást, és a Bidennek valahogyan 200-300 ezer 10 ezer, mindegy mennyi, ha csak egy a választás előkerült, nem tudom, találtak egy varázsbőröndöt, vagy valaki előásta valahonnan, vagy valaki a postásnak defektje volt, és éppen akkor érkezett meg egy csomó dobozzal, ami tele volt Biden szavazókkal, mert mit tudom én honnan, hülyeség. Tehát ezért állt le a választásoknak ezért állt le a számlás. Nem voltam fönt, illetve nem aludtam sokat tegnap, úgyhogy te se valószínű. És ennek most jön ki rajtam. Tehát ez történt. Ez nem egy államban történt, több államban megtörtént. És ahol ez megtörtént, ott már beadták a pereket, a Giuliani és a Eric Trump. Erről beszéltek a Philadelphiába. Ez volt az egyik hely, ahol ez megtörtént. És ez a csatának a következő játéka. Tehát ezt nem kell feladni. Itt nincs semmi veszve. Ennek nincs vége. Ez csak halad. És ezt tudtuk, hát ez egyértelmű volt, hogy ezek nem fogják csak úgy adni, hogy jaj, ti nyertetek, oké, itt van, pesgőt bontunk nektek, tessék, üljetek le, ünnepeljetek, mi addig elmegyünk sírni. Nem, ez nem így volt. A Hillary a mai napig, 2016 óta a mai napig nem fogadta el azt, hogy ő vesztett. És mindent megcsinált, amit csak tudott, nem ő személy szerint, de a bandája, hogy Trumpot le tudják venni a székből. Mindent megcsináltak. Most per pillanat mindent megcsinálnak, hogy ne maradjon ott. A minden
alatt azt érsz, hogy minden. Lopás, csalás, hazugságok, hamisítás, minden. Nincs törvény. Ezek megszokták azt, hogy bármit megcsinálhatnak, a média kulcsba marad, a média nem beszél róla, nem jut ki a sehova, puci pacsi, semmi, mennek tovább, teljesen mindegy, hogy mit csinálnak. Így vannak kialakítva a törvények, hogy ne, egyszerűen, mint egy kis véd, tehát olyan burok van körülöttük, ami nem tudnak valamit csinálni. Most ez a burok megtört, mikor a New York Post kihozta a Bidenről az e-maileket, az csak egy bizonyíték volt arra, hogy megtört ez a burok. Ez már nincs. Az információ már kiderül. Persze még támogatja őket a Twitter is, meg a Facebook is, ők is próbálják leállítani ezt, mert eddig a médiából tudtuk meg mindent. Tehát 20 évvel ezelőtt nem volt Facebook. Vagy hallottál valamit a médiából, vagy nem. És ez nagyon könnyű volt korlátolni ezeket, ezt a sok embert, de manapság ez nem megy. És ettől bukik ez az egész, hogy a bűncselekményeik, a pedofília, a sikkasztások most már ki tudnak derülni, most már el tudnak terjedni az emberek között, az emberek rá tudnak erre nézni. Eddig lehetetlen volt ránézni, mert volt egy tévéadó, vagy 10, vagy 15, ami az ő kezükben volt, és csak az hangzott el, amit ők akartak. Ez ma már nem így van. És mindenki röhög a markába a CNN-nel kapcsolatban, legalábbis az értelmesebb fele az embereknek, mert csak hülyeségeket beszélnek és hazudnak, mint a vízfolyás. Tehát megnézed, hogy mit mond egy CNN, fölháborító, hogy hazudnak. Az Obama ugyanez, Pepitában. Az Obama most tartott egy beszédet, nem értem, hogy van pofája ilyeneket mondani. Hát, nagyon durva az Obama. Oké, azt mondom, hogy befejezem ezt, mert elég hosszú lett. Remélem, hogy ezt tudjátok használni. Én fölteszem ide a linket, ez úgy hívják, hogy ez nekem egy ilyen személyiségfejlesztő weboldal. Amit, hogyha rámész, akkor találsz egy videót, ott is beszélek egy videó, ez valami újdonság, és ott van egy pár könyv, azt hiszem, hogy ez is ott van. Ha nincs ott, akkor azokon a számokon, a telefonszámokon tudsz rendelni egy ilyen könyvet. Lehet, hogy ez nem az első, amit érdemes olvasni, ebben kapcsolatban van egy tanfolyam, azt is meg lehet csinálni egy kicsit, ami bevezet ebbe a témába, specifikusan ezekről az emberekkel kapcsolatban. Ha akarod, csinálod, ha nem akarod, nem csinálod. Te döntesz, hogy kire hallgatsz, mit tanulsz, hol tanulsz, teljesen a te dolgod. Én azt tudom elmondani, ami az én tapasztalatom, ami nekem bejött, amiben én nem azt mondom, hogy hiszek, mert ez nem egy hiszek. Tehát, hogyha ez olyan, hogy ha ezt lejtem, ez egy szerszám, ami most itt van kezemben, ha ezt lejtem, ha hiszek benne, ha nem, ez le fog esni. Gravitáció. Gravitációban nem kell hinned. Ezek a dolgok, ami ebben a könyvben van, ezek megfigyelt tények, ami az emberek közti kapcsolatok, az embereknek a személyisége megfigyelések alapján le lett írva, és elemezve lett. És ebből van ez a kis szösszenet, amiről most beszéltem egy pár szót. És ezekkel nem nagyon lehet vitatkozni. Tehát ez egy ilyen megfigyelt, leírt dolog. Lehet, hogy 100 év múlva valaki jobban megfigyeli, és tesz hozzá, vagy elvesz belőle, vagy nem tudom, és lehet, hogy akkor az lesz az igaz, de én ennél hitelesebbet nem találtam. Kerestem, mert kerestem, még mielőtt ezt megtaláltam, de azóta nem érzem a szükségét nagyon, hogy most hova keressek még. És hogyha látod azt, hogy én nem vagyok semmi extra tanult gyerek, vagy egyetem, meg ilyesmi, én csak élem a kis életemet, elolvastam egy pár könyvet ettől a fickótól, Aaron Hubbard, és megtanultam azt tőle, hogy kell gondolkodni, hogy kell információkat elemezni, hogy kell logikát vinni dolgokba, hogy lehet kiigazodni embereken, hogy lehet látni azt, mikor valami hazugság, vagy valami igazság, vagy hogy lehet kideríteni, hogy valami hazugság, vagy igazság. Én erről sokat tanultam, és ennek köszönhetem azt, hogy itt van 10 ember, aki valamennyire megtisztel azzal, hogy figyel arra, amit mondok, hallgat arra, amit mondok,
sokan megköszönik, amit csinálok, és azt nem azért mondom, hogy úgy gyorsan köszönöm meg, mert nem ez a lényeg. De úgy érzem, és ez is innen van, ez az információ is, hogy azzal, hogy valaki tud valamit, automatikusan megnő a felelőssége. Tehát ha te tudsz valamiről, akkor onnantól felelős vagy. Ha te tudod azt, hogy ég egy ház, onnantól felelős vagy azért, hogy ebből a házzal mi lesz. Hívod a tűzoltókat, vagy nem hívod a tűzoltókat? Szólsz valakinek, vagy nem szólsz valakinek? Keresel egy tűzoltókészüléket, vagy nem? Na most én azzal, amiket tanultam, meg amiket látok annak a gyümölcseként, hogy tanultam, ezzel felelősséget tartozom azért, hogy az, aki még ezt nem látja, vagy az, akinek ebben segíteni tudok, ezt megtegyem. És lehet, hogy ez a felelősségérzet nem mindenkinek van meg hasonlóan, aki tanulta ezeket a dolgokat. Lehet, hogy nekem egy kicsit mázlim is van azzal kapcsolatban, hogy ki tudok így állni, és tudok pofázni erről 20 percig, vagy fél óráig, vagy nem tudom, mióta megy ez. De ez viszi előre a világot. Hogy minél többen felelősséget vállalunk azokért, akik mellettünk vannak. Lehet, hogy ez csak a családod, lehet, hogy ez csak a rokonaid, de a social media, és sokan szígyek, hogy jó, social media, ezért meg azért nem jó. A social media az olyan, mint egy fegyver. Ha én leteszek ide egy pisztolyt, az senkit nem fog lelőni. Ahhoz, hogy a pisztoly lelőjön valakit, ahhoz kell egy ember, akinek rossz szándéka van a pisztolya, vagy valaki mással kapcsolatban, és meghúzza azt a ravaszt, és célozzon. A pisztoly egyedül nem fog elsülni, és nem fog célozni. A social media se tesz semmi rosszat egyedül, önmagában. Az attól függ, hogy mit töltünk le, mire kattintunk rá, és milyen betűket írunk be egymás után. Ettől függ, hogy milyen gáz a social media. És hogyha ilyen emberek kezébe kerül, mint amiről olvastam a könyvben, akkor a social media rossz. Ha a fegyver ilyen emberek kezébe kerül, amiről olvastam a könyvben, akkor a fegyverek rosszak. Nem. Azokkal az emberekkel van baj. Ezért ez a megoldás. A megoldás az, hogy ezeket az embereket áramtalanítjuk, ártalmat, hogy? Elveszük tőle a hatalmat. Mert amíg hatalom van a kezükbe, a hatalmat csak arra fogják használni, hogy a többieket elnyomják. Téged, engem, mindenkit. Miért? Mert félnek. Úgy félnek, mint a tűztől. Attól, hogy te erősebb leszel, hogy túl sokan leszünk, ezért kell lecsökkenteni az embereknek a számát a bolygón, mert félnek ezek a parmok. Attól, hogy mi lesz velük, hogyha túl sokan leszünk. Ennyi az egész. Tehát nem azért kell az emberek számát lecsökkenteni a bolygón, az oltásokkal, meg a Covid-dal, meg a 5G-vel, meg a repülőkkel, meg mit tudom én még mivel. Mert itt a bolygó kicsi, vagy nincs hely, vagy nincs elég élelmiszer, vagy ez mind baromság. Ők félnek tőlünk. Ez az egyetlen oka. Félnek tőlünk, mint a tűztől. Miért? Mert el akarnak minket nyomni, és ha túl sokan vagyunk, akkor ezt nehéz már megtenni. És a social media kezünkbe került, még beszélgetni is tudunk egymással, maszkot mindenkire, kus legyen, ne beszéljetek semmivel, cenzúrázunk mindenkit, senki ne beszéljen a másikkal, mert akkor, hogyha összefogtok ellenünk, akkor nekünk végünk. És ez történik most. Sziasztok!